Nekem is gyerekkoromban, mint szerintem minden gyereknek, független attól, hogy valakinek van-e vadászati tapasztalata, akár a családon belül, akár esetlegesen ilyen terve, a vadon, a vadállatok, az mindenkinek egy csoda. A mókus, a bölcs bagoly, a maci mellett, a szarvasok világa, és azon belül az őz, ami legközelebb áll egy gyerekhez, mert az őzike az a kicsi, aztán pedig ugye majd ő belül lesz a szarvas, amit aztán később megtudunk, hogy ez nem így van. De ez egy egészen klasszikus dolog, hogy a törékeny, védtelen őzikével azonosul egy kisgyerek, és ez szerintem ez egy nagyon szép dolog, és ebből aztán kötődhet a természet szeretete, a vadon élő állatok szeretete, védelme, gondozása. Az első komolyabb élményem az őz esetében, az egy megfigyeléses délelőtt, amikor a Pilisben próbáltam vaddal találkozni abból a távolságból, ahol alaposan meg tudom őket nézni. Talán még nem is volt vadászvizsgám. És aztán beszámoltam a barátaimnak, hogy hát egy őzet láttam, ami borzasztóan futott. És akkor mondták, igen, ebből azt következtetjük, hogy ügyetlenül cserkeltél, mert az őz vett először észre téged, korábban, mint te őt, ezért futott. És szépen lassan megtanultam, hogy az őznek nagyon jó a szeme, nagyon jó a füle, és nagyon jó az orra. Hogyha valaki azt gondolja, hogy a védtelen őzre könnyebb vadászni, akkor az nagyon téved, az pont ugyanúgy egy kihívás. Nagyon zavar, amikor fiatal, frissen vizsgázott vadászok gyönyörű fegyverekkel hősködnek a vacsoránál, hogy 400 meg 450 méterről lőttek őzet, akkor mindig azt szoktam nekik válaszolni, hogy gratulálok a lövéshez, de majd ha 40 méterről tudsz őzet lőni, akkor lesz belőled igazi vadász, mert sokkal, de sokkal nehezebb 40 méterre megközelíteni egy őzet, mint 450-ről eltalálni.